Na, eséllyel megpróbálok tartani a nullába, azért, hogy a konstans összetevőjét vegyem ezeknek a jeleknek, ne pedig ezt az elején a rücsköt. Jó, tehát akkor ebből azt kapom, hogy az U végtelent, azt úgy számolom ki, hogy limes S tart a nullához, ugye az S az iszer omega, és hogyha a frekvenciával tartok a nullához, az olyan, mintha S-sel tartanék a nullához, és ezt a cuccot kell nekem leosztani az egységugrásnak a laplasztrafójával, ami 1 per S, tehát azt írom, hogy S-szer, és az, ami ott van, 1 plusz S per, és itt van egy S négyzetszer 1 plusz 0,1 S plusz 4-szer 1 plusz S. Jó? Nézzük, mi történik akkor, hogyha az S tart a nullához. Egyszerűen írjuk be az S tart a nullához-ot. Itt kapunk egy egyet, az rendben van, tehát ez most csak úgy ilyen hipotetikusan. Ha az S tart a nullához, akkor ez a tag, ez itt kb. Nulla. Ez 1 plusz S, ez nagyjából 1 plusz 0. Itt lent van egy 0-szor 1 plusz 0. És itt van egy 4-szer 1 plusz 0, tehát ez itt egy 4-es. Úgyhogy a törtnél az osztás rendben van, nincsenek ilyen 0 per 0, meg ilyen gonosz dolgok. Egyszerűen van egy 1 per 4, ez egy teljesen korrekt dolog. Tehát ez a rész, ez tart 1 per 4-hez, és ez meg van szorozva nullával. Tehát azt jelenti, hogy ez nulla. Ez egész tudsz, ez nulla. Jó? Ez nekem mit mond? Ez azt mondja, hogy az én jelem, tehát ennek a jelnek az aránya ehhez képest, az pont nulla. Tehát ennek a jelnek az állandósult értéke, az ennek pont a nullaszorosa. Ebből azt kapom, hogy ide is írhatom, hogy a UT per 1T az egyenlő nulla, ahogy a T tart a végtelenbe, ezt így írják. Jó, és akkor ebből nyilván azt kapom, mivel ez konstans egy, hogy a T tart a végtelenbe, ebből azt kapom, hogy az U végtelen az nulla. És ha minden igaz, akkor ezt kellett volna kihozza a javító húcs is. Ami nincsen nálam, úgyhogy nem tudom. Valaki? Én azt nem értem, hogy az UST-ról, ugye már egy per S-négyzet ezt hoztunk be, de azt mondtad, hogy az a sebességugrás. És akkor nem a sebességugráshoz viszonyít. Nem, egy pillanat. Tehát amikor a kimenetet számolod, akkor, tehát amikor csak arra vagy kíváncsi, hogy mennyi lesz az UST-ed, ez, akkor veszed a rendszeredet, megnézed, hogy a bemenőjelnek mi a laplasztrafója, és azt szorzod az átviteli függvényeddel. Ez van itt, a bemenőjelnek a laplasztrafója 1 peres négyzet, és ez az átviteli függvény. Ez rendben van, gondolom. Én most arra vagyok kíváncsi, hogy ennek mi az állandósult értéke. Állandósult értéket úgy tudsz jól számolni, hogy tehát, hogyha kíváncsi vagy ennek a függvénynek az állandósult értékére, ami itt van, ennek a felsőnek, akkor arra vagy gyakorlatilag kíváncsi erre a határértékre, hogy idővel tartasz a végtelenbe, az UT per 1-re vagy kíváncsi igazából. Igen, igen, igen. Jó. És akkor így számolunk, és azt kapjuk, hogy nulla, és akkor ebből kijön az, hogy a beavatkozó jel az szépen lecseng a nullába, a rendszer pedig konstans követi. Nagyjából ezt is várjuk, ugyanis mi történik? Az van, hogy a rendszer beáll, találsz egy olyan állapotot a rendszerbe, ami magától azt csinálja, hogy meredeken emelkedik fölfele pont úgy, ahogy a bemenet, és nem kell igazából noszogatni, hogy azt csinálja tovább. Amikor ilyen nulla hibával követő, tehát amikor bemenetet nulla hibával követed, akkor általában az szokott igaz lenni, hogy olyankor a szabályozójeled nulla. Amikor nem tud nulla hibával követni, akkor az van, hogy a szabályozójeled mindig még rugdosna, hogy menj egy kicsit még közeled, de nem tudsz, és ezért nem tud a szabályozójel nullába lecsengeni, de hogyha egy alapjelet nullával tudsz követni, nulla hibával követsz, akkor tipikusan a szabályozójel is nulla szokott lenni. Ez nem érvelés az EH-ba, az EH-ba csak ez az érvelés, ezt csak úgy mondtam, hogy ha számoltok, akkor tudjátok utána gondolni, hogy nagyjából jó, amit lecsináltatok. Jó, na így már rendben van? Parancsolj. Ja, tehát végérték vagy kezdeti érték, ilyeneket szoktunk kérdezni, hogy csinálja az ember. Alapvetően végérték és kezdeti érték tételt akkor tudsz használni, hogyha megvan a függvényednek, aminek a vége és kezdeti értékére kíváncsi, megvan a Laplace transformátja. Első dolgod, megnézed, hogy hol jön be valami értelmes jel a rendszerbe. Például gonosz vizsgáztatók szokták olyat mondani, hogy a referencia jeled nulla, és a
ide tesznek valamit, és úgy kíváncsiak a kimenő jelnek az állandósult értékére, vagy a szabályozó jel állandósult értékére, addig rajzolod át a blokkdiagramodat, míg ott, ahol nem nulla bemenet van, az van itt a jobb oldalon, és aminek a végérték vagy kezdeti értékére kíváncsiak, az van itt a bal oldalon. Pontosabban pont fordítva, mert ez a bal oldal és ez meg a jobb oldal. Utána, ha megvan ez az átrajzolt diagramod, felírod az átviteli függvényét ennek az árt körnek, ami a bemeneted és a kimenetet közt össze megteremti a kapcsolatot, azt csináltuk meg itt. Utána megnézted, hogy mi volt a bemeneted. Ez jelen esetben egy egységsebességugrás volt, aminek megnéztük, hogy pont 1/s négyzet a laplasztrafója. Tehát akkor a kimenet laplasztrafóját úgy kapod meg, a bemenet laplasztrafóját szorzod az átviteli függvényen, amit az előbb számoltál ki. Az van itt. Ez akkor megvan a függvényednek, tehát megvan a jelednek a Laplace transformáció, amire kíváncsi vagy. És akkor utána erre kell végérték meg kezdeti értéktételt alkalmazni. A kezdeti értéktétel mondja azt, hogy ezt a cuccot oszd le 1/s-sel és menj s-sel a nullához. Bocsánat, ez pont a végértéktétel. A kezdeti érték az pedig azt mondja meg, hogy egyszerűen az s-sel tartsa végtelenbe, és akkor lesz valami. Oké. Na, most már így rendben van? Jó. Na, ha nincs egyéb kérdés, akkor igazából szerintem akár be is fejezhetjük most, hogyha még van valami kérdés, vagy valaki ZH-t szeretne nézni, akkor várom nagy szeretettel. Jó? Hoppá! Ha még egy ilyen gyökhelygörbés feladat, akkor én azt szívesen megnézném. Van más is, akinek van ingerenciája gyökhelygörbéket nézni? Van. Jó, hát akkor nézzünk gyökhelygörbét. A gyökhelygörbéknél azt a szabályt azt el szoktuk fogadni az EH-ba, hogyha leírjátok, hogy ott van valós szakasz, a valós tengelyen szakasz egy gyökhelygörbének, ahol a ponttól jobbra levő zérusok és pólusok száma nyílt körbe páratlan, zérusok és pólusok különbségének a száma páratlan, de most megnézzük, hogy hát, ha sikerül egy olyan példát csinálni, ahol ez ki is jön. Tehát a mese ugyanaz, van egy sima nyílt köröm, megvan a nyílt körnek az átvitele, ezt mereven negatívan visszacsatolom, és utána ebből nézem meg, hogy mit lehet kisütni. Na, rajzoljunk fel egyet, azt mondom, hogy... legyen ez a nyílt köri átvitelem, és nézzük meg, hogy ennek hogy viselkedik a gyökhelygörbéje. Jó, ez most egy elég jól fésült példa. Jó, legyen ez az A feladat, nem, legyen ez a B feladat. Az A feladat az pedig egy fokkal legyen egyszerűbb, ott legyen csak egyszerűen 1/s+5, s+1. Jó? Oldjuk meg akkor először az A-t. Merev negatív visszacsatolása van, tehát biztos lehetek benne, hogy a zárt körnek az átvitele az úgy néz ki, hogy L/1+L, és akkor ezt ha beírogatom, 1/s+5, s+1/1+s+5, s+1. Jó, beszorzok a nevezővel mindenhol, és akkor azt kapom, hogy ez 1/s+5, s+1+1. Kibontom az árójelet, és kapok egy másodfokú törtet, tehát ebből lesz egy 1/s+6, s+6. Hoppá! Igen, és a konstansom, amit vándoroltatok 0-tól 1-ig, nyilván ez itt. Hanem hiányoztak volna valami ismeretlenek a gyökhelygörbéből. Jó, és akkor itt marad egy k, és itt is lesz egy k. Oké. De igen, csak igen, tovább már jó, csak ott nem javítottam ki. 6s+6+k. Nem, +5+k.
Jó, és akkor ez lesz a, tehát így néz ki a zárt körömnek az átviteli függvénye, és ennek vagyok kíváncsi a gyökeire, K függvényébe. Jó, kezdjük el megoldogatni az egyenletet. Ugye arra vagyok kíváncsi, hogy a S négyzet plusz 6S plusz 5 plusz K, ez hol egyenlő nullával. Kezdem megoldani az egyenletet. A diszkriminás az úgy néz ki, hogy ennek a négyzete, az B négyzet, mínusz 4-szer 5 plusz K. Jó, a négyzet az 20, tehát ez 16, mínusz 4K. Oké, és a gyökök hogy néznek ki? S1, 2, az mínusz B, plusz mínusz, gyök alatt ez a delta, az a 4-et azt már ki is van, hány a francba? 16 mínusz 4K per 2. Jó, tehát így néz ki így néznek ki a gyökök, ezt K függvényben fel tudtuk írni. És akkor nézzük meg, hogy ezt a gyökhelygörbét, ha felrajzolom, akkor mit kapok. Nézzük egyszer a K egyenlő nulla helyen, hogy mi történik. Ha K egyenlő nulla, akkor azt kapom, hogy mínusz 6 plusz mínusz gyök 16 per 2, tehát ez mínusz 6 plusz mínusz 4 per 2, mínusz 6 mínusz 4 per 2 az mínusz 5, mínusz 6 plusz 4 per 2 az mínusz 1. Tehát a K egyenlő nulla az a fehér. Jó? Tehát innen indulunk. Nézzük meg, hogy meddig, hogy nagyjából merre mennek. Egy picivel menjünk arrébb a K-val, hogy ne nulla legyen, hanem csak valami nulla plusz nagyon kicsi akármi. Akkor még mindig azt kapom, hogy ameddig a 4K kisebb, mint 16, addig a gyök alatt valami pozitív számom lesz. Tehát a mínusz 6-hoz... Hogy is van? Ja, igen. Ahol a K egyenlő 4, ott lesz pont 0, ez így van, de most egyelőre csak azt akarom megnézni, hogy itt van a mínusz 6. Ja, igen, ezt egy kicsit átírom, hogy lássuk még jobban. Osszunk le kettővel, nem olyan bonyolult. Innen ki lehet emelni 4-et a gyök alatt mindenhonnan, és abból gyöket vonva lesz 2, tehát ez mínusz 3 plusz mínusz gyök alatt 4 mínusz K. Jó, és akkor így még egyszerűbben tudom magyarázni, mi a történet. Tehát ha K az pont nulla, akkor ugye mínusz 3 plusz mínusz 2-vel dolgozok. Itt van a mínusz 3. Ahogy a K egy picit több, mint nulla, akkor a mínusz 3-hoz hozzáadok meg, levonok belőle valamit, ami egy kicsit kisebb, mint az előző. Tehát ha a K egy picit mozdult, akkor az lesz, hogy ezek egy kicsit így elrébb jönnek. És ugyanannyival jönnek arra, tehát szimmetrikusan szépen közelednek befele. És mindezt addig játsszák, ameddig ez el nem éri a nullát. Tehát K egyenlő 4-ig ezek szépen így vándorolnak befele. Tehát ezt itt rajzoljuk, jövünk erre. Ez egyik pólusom. Ez a másik pólusom, és itt pont megütik a K egyenlő 4-et. Jó? És az a kérdés, hogy mi lesz, amikor tovább mennek, hogyha a K nagyobb, mint 4, akkor ez egyenlő lesz, hogyha a K az nagyobb, mint 4, akkor itt lesz egy mínusz 3,